Ezeket a tablettákat, porokat és zöld, növényi származékokat, továbbá az eladásukhoz szükséges eszközöket foglalták le a Tolna megyei rendőrfőkapitányság nyomozói, miután razziát tartottak több díler lakásán. Komlósi Néki Sanett szóvivő úgy nyilatkozott, a 21 éves tolnai férfi el is adta a drogokat. A NAV pénzügyőrei tartottak kutatást egy tolnai házban, amikor a kutatás során ismeretlen eredetű tablettákat, valamint zöld növényi törmeléket találtak. Azonnal értesítették kollégáimat, akik megjelentek az ingatlannál, és ott tovább folytatták a kutatást, és intézkedés alá vonták a 21 éves ház lakóját. A férfi elismerte kollégáimnak, hogy kábítószert tart magánál. A díler beismerte, hogy egyik ismerősétől jutott hozzá a kábítószerekhez, így a rendőrség egy szekszárdi, 23 éves férfi lakásán folytatta tovább a nyomozást. Ő a garázsaiban, az autójában és a lakásában is rejtegetett drogot. Kollégáim a kutatás során, amelyet három garázsban is megtartottak, több mint 1000 darab ismeretlen tablettát, valamint fél kilónyi zöld színű kábítószergyanús zöld törmeléket, illetve negyed kilónyi fehér színű port, illetve pasztaszerű anyagot találtak. A gyors teszt mindegyikre pozitív értéket mutatott, MDMA-t, illetve THC-t tartalmaztak, ezek mind kábítószerek. A két férfi további két bűntársát is feladta, így a kihallgatásuk után mind a négy elkövetőt kábítószerkereskedelem miatt letartóztatták.